Minden jót. Hát tulajdonképpen ezt tesszük most mi is, amikor fölidézzük Móricz Zsigmond Kocsák Tibor, Miklós Tibor musicaljének egy részletét, természetesen a Légy jó, mint halálig címűről van szó, énekel Földes Tamás és Viki Dárgyula. Hűsforrás, dúsliget, havas csúcs, oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárts ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhess mind e csodálatos világot. Minden táj titkot rejt, ott hol élt már ember, átok vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Az élet szép, az élet minden, a rangot, pénzed, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismerd, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. A föld csak néked őzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság, csak tudd és akard látni bűvét, varázsát. Bár a messzi ismeretlen, a tudás az, mi fölemel, várnak rád új és új csodát. Természetesen Gyula és Tamás csak a mi kedvünkért énekelt így együtt ezt a dalt, a színpadon természetesen külön-külön lépnek föl. Mióta? Hogy egészen az elején kezdjem, 1987-88-as Nemzeti Színház évadban kapcsolódott a Tamás az életemben. Tudjuk, én akkor az István a Király című darabban koppánt játszottam, és miután szükség volt egy nagyon nagyszerű váltásra, az egyetlen ember, aki erre alkalmas volt, a Tamás volt. Tamás lett. Most azóta tartott köztünk ez a színpadon kívüli és a színpadon belüli kapcsolat is, hiszen több rendező és több darab is, és végül is úgy alakult, hogy egymást kell, hogy váltsuk, hiszen hasonló karakter dolgokat tudunk megoldani énekhangban is és fazonban is, hasonlítunk egymásra. Ez azért nagyon fontos, és ezért azt mondom, hogy borzasztóan szerencsés vagyok, hiszen nálunk ez nem egy ilyen második váltás, hanem egy tökéletes váltásról van szó. Tehát ha valamelyik nem ér rá, akkor a másik tökéletesen nem helyettesíti, hanem ugyanúgy játszik a darabban. Ez értendő annó még az István a Király Koppány szerepére, a Nyomorultakban, mint Jean Valjean, aztán együtt csináltuk meg a Bestiában a Nádor szerepet, majd váltjuk most egymást a Légy jó, mint halálikba Valkai tanár úr szerepében. Hát igen, ez számomra nagyon fantasztikus érzés, hogy a Gyulával így tudok dolgozni, és el kell mondani, hogy ebben a szakmában szerintem a Gyula egy fehér holló. Azt hiszem, nagyon kevés olyan színész van, aki ugye... Most éppen nem fehér, de mindegy. Aki váltótársa, nem tudom, így kezeli, mint ő, akitől soha semmi rosszat, vagy intrikát, vagy nem tudom, ilyesmit soha nem kaptam, csak segítség. A kedves nézők látják, hogy egy nagyon szépen megterített karácsonyi asztalnál üldögélünk, és a kezemben egy újabb névjegy. Ez olvasható rajta. Újvári Ferenc, kiskocsma, vendéglő, panzió, magyaros konyha, nemzetközi konyha. Nyitva 12-től 22 óráig, szünnap, szerda.